Kézműves foglalkozások, római kori játékok, jelmezek és menza interciza. Az Interciza Múzeum is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, a múzeumok éjszakájához. A szervezők a római kőtár és fürdőben várták az érdeklődőket. Amióta én igazgató vagyok itt, 2014 óta ez az ötödik alkalom, de természetesen az előző munkatársaik is ezt követték, és én azt hiszem, hogy a Dunai Városi Intézmény Magyarországon az első között volt, aki csatlakozott ehhez a nagyon jó kezdeményezéshez. Nekem megmondom őszintén, hogy szívem egyik csücske a múzeumok éjszakája, és pontosan itt a kőtár, mert általában, amikor múzeumról beszél az ember, akkor mindenkinek ugye a központi Interciza Múzeum épülete, az ott lévő tárlatok ugranak be, és úgy valahogy feledésbe merül a kőtár a fürdővel együtt, ami én azt hiszem, hogy egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőséget biztosít az ide látogatók számára, nem csak a múzeumok éjszakáján, de természetesen ilyenkor úgymond tupírozzuk föl, hogy minél több látogató, minél több programban részesülhessenek. Ennek egyedüli átka, ugye szabadtéri programról van szó, az időjárás, hát én folyamatosan ma mindig az eget kémlelem, illetve néztem az előrejelzéseket. Hát bízunk benne, hogy a Jóisten megsegít bennünket, és ismét egy jó programot tudunk szervezni a dunai városiaknak, illetve hát a környező lakosoknak, akik ide látogatnak. Tértem szerint, hogy nálunk itt a kőtár, ez úgy adja magát. Ez egy 4 hektáros terület, tehát ide akár több száz, vagy akár több ezer ember is kilátogathat. Még ugye a központi épületünkben a Városháza tér 4 szám alatt, az limitálva van a létszám, tehát ad a maximum, hogyha vagy 3 vagy 350 ember bejön, akkor már szinte tapossák egymást az emberek, itt nem, itt eloszlik a tömeg. Másik sorban a római témához kapcsolódunk, ugye a Dunai Városnak a történelmét, hogyha nézzük, akkor két lábon áll a Dunai Város történelme, az egyik 2000 évvel ezelőtt az Interciza, a másik pedig a szocialista városnak az építése. Olyan leletekkel rendelkezünk, mármint a római korból, hogy ezt vétek lenne kihagyni. És én a múzeumok éjszakáját mindig erre a római tematikára próbáljuk felépíteni munkatársaimmal együtt természetesen. De elsősorban régész munkatársaimra gondolok, de kézműves foglalkozások is vannak, ebben benne vannak az összes kollégák. Tehát gyakorlatilag itt most, ha valaki kilátogat, akkor az Interciza Múzeum valamennyi munkatársával találkozik. A maga szakterületét mutatják be a kicsiktől egészen az időskorig. Én már többször hangoztattam azt, hogy számomra minden látogató nagyon kedves, de én különösen örülök a gyerekeknek, mert ha ők ide szoknak és megszokják a múzeumot, megszokják történelmünket, akkor van folytonosság, van jövő, tehát van 30-40 év múlva is múzeum látogató, ami számomra, illetve a magyar társadalom számára nagyon fontos. Fontos, hogy családok jöjjenek ki. Jöjjenek és lássák meg a gyerekek, hogy nagyszülőkkel, szülőkkel együtt hogyan lehet viszonyulni a magyar történelemhez. Ezt próbáljuk meglovagolni, és ezért nekünk nagyon, nagyon fontos az, hogy több korosztály számára is olyan elfogadható programokat tudjunk biztosítani, ami, hogy jó szájízzel távozzanak. Tehát nem az a klasszikus múzeum, vagyunk most itt, kint a kőtárban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, itt mindent megfoghatnak, kipróbálhatják. Különféle játékokat, különféle kézműves dolgokat, a fegyverezetet, páncélingeket kipróbálhatnak. És utána ez egyik legfontosabb, római kori ételeket is megkóstolhatnak az ide látogatók, ami szerintem, én azt hiszem, hogy az Interciza Múzeumnak egy egyedülálló produkciója, mondjam ezt így időzőjelbe. Ezt eddig mindig nagyon népszerű volt, tehát én nagyon bízom benne, hogy az idei múzeumok éjszakáján is ez az egyik egy ilyen fő csalogató program lesz.